Én hadifogságba kerülés előtt nem vettem részt a munkás mozgalomba, mert én olyan vidéken éltem, Tokaj hegyalján, ahol a Szerencsi gyárat kivéve semmiféle ipar nem volt, és mikor hadifogságba kerültem, egyelőre marxista képzettség piányában egy ilyen nemzeti, forradalmi irányzatot kezdtünk képviselni, független Magyarország, magyar hadsereg, és gyülekeztettük ottan az embereket, e körül, a program körül. 916-ban érkezett hozzánk Kun Béla elvtárs a Tomszki táborban, aki hát tapasztalt munkásmozgalmi ember volt, nyomban észrevette a mi csoportosulásunkat, hozzánk csatlakozott és megmagyarázta nekünk, hogy jó az, amit mi csinálunk, de ez ma már nem elég. Marxista irányba terelt az érdeklődésünket, a Tomszki Egyetem könyvtárában találtunk egy menyisevék professzor segítsége, aki minket ilyen európai kultúrszocialistáknak tekintett, nem bolsevékeknek, mert az volt az elképzelése, hogy több iskolát végzett nyelveket beszélem, mert az csak szociáldemokrata lehet. Hozzá segített bennünket a könyvekhez. Így tanultunk, mi azután Kun Béla elvtárs vezetésével, mikor 917. februárjában győzött az októberi forradalom, akkor már nyilvánosan léptünk föl, és felvettük a kapcsolatot a Orosz Szociáldemokrata Munkáspárt bolsevik frakciójával Tomszkban. 918. februárjában már Kanszkba, ez valahol Irkutsktól valami 1500 kilométerre nyugatra van. Ott tartottunk egy ilyen kongresszust, ahol 15 vagy 20 hadifogói tábornak a forradalmi szervezeti vettek részt, és abban az volt a kérdés, az volt a program, hogy milyen legyen a magatartásunk. Vegyünk részt fegyverrel az orosz forradalom, vagy csak támogassuk. Hát a 20 szervezet körül egyetlen egy volt, abban német szociáldemokraták voltak, akik azt mondották, hogy ők rokon szereznek az orosz forradalommal, de harcolni majd otthon fognak. Erre nagy többsége elfogadtuk, és mondhatom büszkén, hogy a magyar forradalmi csoportoknak a teljes egyhangú támogatása mellett azt a határozatot, hogy az orosz forradalomért fegyverrel kell harcolni, mert csak ezzel biztosíthatjuk a közeli kilátásait annak, hogy Magyarországon is szocialista forradalom lehessen.